Tiszteletel és szeretetek köszöntök mindenkit Kjolcsénk újabb darna beszédén. Nagy örömmel hallgattam Eszter bevezetőjét, mert én bár nem vagyok jó az Excel táblázatokban, de a határok átlépésében és mostanában megtartásában egyre több a rutin. Boldogult apám nagyon jól tanította ezt. Tud, hogy hol a határ. Ezt mindig mondta. De ha csak annyira tartottam volna meg, mint ő, akkor most nem itt lennék, nem egy rosszabb helyen. És ha megnézed, akkor akár tanító-tanítvány kapcsolatról, akár szülő-gyerek kapcsolatról van szó, a tanítvány mindig teszteli a tanító határait, a gyerek mindig próbára teszi a szülő határait, és amit a szülő megenged magának, azt előbb-utóbb a gyerek is megengedi magának. Amit a tanító megenged magának, azt előbb-utóbb a tanítvány is megengedi magának. A tanító vagy a szülő hitelesen nem szabhat határt úgy a gyermeknek, per tanítványnak, hogy magának nem tette ezt meg. Hogyha a határszabást korlátozásnak érzed, akkor még életlen vagy, akkor még az éned neki feszül a valóságnak és akkor a korlátokat mindenképpen át akarod törni, és ekközben elveszíted azt a természetes érzést, hogy hol az elég. Mert az, hogy hol a határ, az ott van, hogy hol az elég. Neked is, másnak is. Az ember egy rendkívül érdekes és paradox lény. Egy nagyon határolt testből vagyunk összerakva, és egy határtalanságra, végtelenségre, öröklétre, tökéletességre vágyó lélekből így egybe. Szaszkitul Jiva, az érző lény, koreul Jungseng. És amikor ez az érző lény teljesen eléri a földi lét okozati síkját, akkor erre az elképesztő beszorítottságra, határoltságra, ami a földi lét, nagyon sokféleképpen reagál. Az egyik a korlátok áttörése mindaddig, amíg magát vagy más nem károsít, vagy el nem pusztít. A másik az esetleges belátás. Addig elég hosszú az út. Tele van projekcióval, illúzióval, kudarca. Néha a sikered öl meg, néha a sikertelenség tart életben. Nézd meg, hogy milyen utat jelöltél ki magadnak és akkor a határaidat is kijelölted. Ugyanis az út jobb és bal oldala a határ. Ha arról letérsz az utadról, akkor a határaidat átlépted. A térben nincs határ, a tér végtelen. De ha utad van, akkor van egy cél, amit el szeretnél érni, és hogyha ahhoz te hű vagy, ha lojális vagy, ha kitartó vagy, akkor nem a jobb és baloldali korláttal harcolsz, azt te húztad oda. Te tetted le. Kijelölted, hogy mit szabad és mit nem a cél elérésének szempontjából. Úgyhogy nézd meg, hogy milyen utat választottál, és ahhoz képest a határaidat hogy tartod. Lehet erre sokféle címkét rakni, etikai, morális, hagyományos, kulturális, mindenféle címke van, de ez azt jelzi, hogy valami még számodra önállótlan belül. Valami még nincs meg, ami az íratlan törvényekkel való tökéletes találkozás. Az úton maradás azt jelenti, hogy az íratlan törvényeket fölismered és be is tartod, mert a mi műfajunkban a transzcendens ösvény azt jelenti, hogy felébredsz az érzékszervi, sík, illuzórikus mi voltából felébredsz azokból az álmokból és ábrándokból, amelyekben eddig ringattad magad, például a határtalanság álma és illúziója. A test nagyon nagy tanító. Tehát, hogyha a lélek nem eszmél, akkor a test különböző betegség elváltozás, alakulása az, ami tanít. és hogyha a megfelelő úton jársz, akkor nem a test szenvedéséből tanulsz, hanem a lélek tudatosságából tanulsz. A karmára való rálátásból tanulsz, az egyévállásból élsz, és a tisztánlátással dolgozol. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor itt a lehetőség. Tegyétek fel a kérdéseiteket. Úgy érzem, hogy két utam is van. Van egy hatalmas vágy arra, hogy, hogy a trombita úgy tényleg igazán de igazán jól szóljon. És van egy másik, ami a felébredést célozza meg, és mások megsegítését. És úgy érzem, hogy ha bármelyiket is felszámolnám, akkor az életemnek nem sok értelme lenne. Illetve nem lenne teljes. Jelenleg úgy érzem, hogy valamikor lehet, hogy választanom kell. Te hogy gondolod, hogy lehet-e esetleg a kettőt együtt? Úgyhogy az egyik az jóan húzatva a maximumra, élve a szavaiddal, a másik meg annyira, hogy ne legyen belőle lelki betegség. Mindez lehetséges, Anti. Hát, annak nagyon örülnék. Úgy fújd a trombitát, hogy mások felébredjenek. Szerintem ez már sikerült eddig sokszor. És járd úgy a felébredés útját, hogy a trombita fúvása is beleférjen. Jó. Egy kicsit elég, elég bonyolult ezt összehozni. Majd leegyszerűsödsz? Egyébként nem bonyolult. De hogyha sokat gondolkodsz róla, akkor ilyen örvények, kétségek keletkeznek a tudatban, és amíg az ember a saját kétségei körül pörög, addig nagyon bonyolultnak tűnik minden és mindenki. Hogyha mersz leegyszerűsödni és kicsit éntelenedni, akkor úgy tűnik, hogy csak teszed a dolgodat, és hirtelen most itt az ideje, hogy online trombita órát végy Veszed is. És utána pedig snit, és szépen a templom körüli munkákat jó minőségben, hatékonyan, csapatszellemben elvégzed, melyet köszönünk. Köszönöm, hogy csináltunk mindezeket. Egyéb kérdés? Nekem is hasonló ilyen két út kijelöléssel kapcsolatban lenne kérdésem én eddig nagyon meg voltam arra győződve, hogy az lesz a jó út, és aztán, amikor itt még két ünnep között voltam egy rövidebb időszakon, azóta, mióta elképzelem ezt a döntést, amit mondjuk összeraktam, akkor rögtön jön egy ilyen szívszúrás érzés. Az jót jelent, vagy, vagy kevésbé jót jelent? Válasszom azt, és menjek el kardiológushoz, vagy maradjak annál, amikor így minden sima? Azért kéne kardiológushoz menned, mert a szívszúráson kívül semmi konkrétum nem volt a kérdésedben. A fizikusok már jó pár évtizeddel ezelőtt rájöttek, hogy a végtelenek, a végtelen paraméterek, azok korrumpálják az egyenletet. Hogyha egy ember neked abstrakciókban beszél, állandóan elvont fogalmakban, mindenféle konkrétum nélkül, akkor annak a kérdésnek nincs érdemi tartalma. Most így jártál. Lányok a megmondhatói, hogy amikor a fiúk ilyen hatalmas nagy szavakkal jönnek feléjük, hogy örökké foglak szeretni, és te végtelenül szép vagy, és a tökéletes, és a satöbbi, előbb-utóbb gyanút fognak. Tehát akárhonnan nézzük, az abstrakciók, a végtelenek, a hatalmas távlatokat mutató, de konkrétumokat nélkülöző szószerkezetek, ezek értelmetlenné teszik a kérdést. Tessék a konkrétumot követni, irány a kardiológus, jó? De hogyha konkrétumot szeretnél nekem mondani, azt még meghallgatom. Tehát tegyük fel azt, hogy akkor én most ö, maradjak, nem tudom, maradjak műszki ö, ö, pályán, vagy menjek, ö, nem tudom, mezőgazdasági pályára, akkor amikor én azt mondom, hogy Ö, műszaki pályán szeretnék tovább menni, akkor nincsen semmi ö, szívszúrásom. Amikor mezőgazdasági pályára akarok tovább menni, akkor viszont van szívszúrásom. Ezt mondd el a kardiológusnak is, ez nagyon fontos. Hát, <laughs> <laughs> hogy a gyógyszert azt így írja fel. Oké? Okay? Jó. Még több gyakorlás kell, hogy merj kérdezni. Jelenleg még nem mersz. semmi baj. Következő kérdés? Mint segítő, még nagyon az úttam elején vagyok, és hiszem azt, hogy az, ahogyan az én életem változott, valamiért küldetésemnek érzem, hogy talán néhányan nyitottabban fogadják mondjuk tőlem a spiritualitás felé való nyitottságot, vagy a felébredés útján való elindulást, mert mondjuk látták a változásokat rajtam. Kérdésem inkább a mások határainak betartására vonatkozik, hogy a segítség az valóban az, hogy a többiek felébredését segítem, meddig lehet elmenni. Ha valakinek azt érzem, hogy valamennyire nyitott rá, de van egy pont, ahonnan már nem tudunk tovább menni, akkor azt erőltessem, vagy folytassam ezt a fajta segítséget, vagy találjak más módot, és nem kell feltétlenül mindenkit a felébredés útján kísérni. Amikor veled szemben ült valaki, és te segítséget kaptál tőle, Elfogadtad az erőltetést részéről? Nem. Akkor ezt részedről sem javaslom. A határokat nagyon sokféleképpen meg lehet tapasztalni, és át lehet lépni, de eszméletlen óvatossággal és etikus őszintességgel kell eljárni. Miért? Mert a kulcs fogalom itt a bizalom. Tehát, ha valaki megbízik benned, akkor egy ideig a saját önvédelmi mechanizmusait félreteszi, és beenged. Beenged addig, amíg a fájdalma ezt meg nem gátolja. Amíg az önvédelmi mechanizmusai életben nem lépnek. És akkor a te felelősséged az, hogy azt mondod, hogy itt megálltam, és nem megyek beljebb. Tudnék, még egy kis érzelmi, gondolati mágia és engedne bejebb, de nem teszem, mert nem tudnám segíteni tovább. Bent lennék a kényelmi zónájában, bent lennék a mentális intim zónájában, és mit teszek vele? Tehát részévé váltam a problémájának, ahelyett, hogy segíteném. Onnan tudod, hogy átléptél egy ilyen határt, hogy nincs több kérdése, de elkezdett függeni tőled. Függ a jelenlétettől, függ a gondolatottól, függ az érzelmettől, függ a szavaittól, de kérdése az már, és csak legyél ott. Támogasd. Adj neki erőt, önbizalmat, de kérdése az már nincs. Ekkor az történt, hogy elvetted az önállóságát, mert ő adta. És nem segítetted az útján. őrizd meg a segített személy önállóságát, de segítsd abban, hogy megválaszolod a kérdését. A terhét nem veheted át, de őt segítheted, megerősítheted, hogy vigye a saját terhét. Ebből fog tanulni. Ennek a tudatosításából fog tanulni. Már csak azt megtanítod, hogy a hátizsákja nem egyenlő vele, nem varta rá a testére senki, nem leveheti ezt a hátizsákot. Maga elé teheti, tudatosíthatja a karmáját, kinyithatja a hátizsákot, abból kivehet, abba betehet, tehát alakíthatja a karmáját, a személyiségét. Már hatalmasat segítettél. De helyette nem turkálsz a hátizsákban. Te nem mondod meg, hogy benne mi a jó és mi a rossz. Lássa meg ő saját maga. Ez a felnőttét tevő út. Ez az együttérzőbb, de keményebb út. Ez a bölcsebb, de kevesebbet gondolkodó és gondolkodtató út. Ez a láttatás. Látás és láttatás. Ha látod a sorsát, akkor sem mondhatod el neki. Nálunk fordítva, van egy rakás önjelölt, van, aki majd én megmondom neked azt, mit a saját projekcióit, elvárásait, egyebét mondja, amit szeretne tőled, szeretne belőled, ahelyett, hogy felébresztene arra, hogy te járod az ösvényedet, te járod az utadat, és te döntesz. És hogyha a tiszta tudattal döntesz, akkor a döntés helyes lesz. Ha pedig a döntés helytelennek bizonyult, akkor nem tiszta tudattal döntöttél. Akkor rátenyereltél egy illúzióra, és azt szeretted volna, hogy kőszikla legyen. Nem lesz. Engedd a saját hibáiból tanulni. Anélkül, hogy ítéletet mondanál fölötte. Láttasd vele a hibáját, anélkül, hogy bűntudatot keltenél benne. Ezek elképesztő határok. Nagyon középen kell lenni ahhoz, hogy te helyesen segíts másoknak. Érdemben, mélységében, de azon hibák nélkül, amelyeket az előbb említettem. Köszönöm szépen. Szívesen ott tessék. Mostanában nagyon sokat figyeltem azt, hogy a csoport mennyire független, mennyire önálló, így az adott szertartás vezetővel szemben. Azt látom, hogy ha elkezdünk mondjuk a Józsival valamint mosolyogni formális étkezésen, párszor, vagy valami nagyon apró kis ilyen csinálunk, akkor, vagy valami, akkor rögtön ez kihatással van a csoportra is. És... Azon nyomban. Megengedtétek magatoknak, a csoport megengedi magának. Pillanatok alatt. És van egy olyan pont, amikor azt hiszed, hogy ennél lejjebb nem mehet, de mehet. Mehet. Igen, és megy is. Amíg meg nem állítod, addig az megy lefelé. De hogy el, el lehet jutni egy olyan szintre, hogy... El. Egy olyan állapot. Ha kijelölöd azt a szintet, oda el lehet jutni. Úgyhogy vigyázz! Oké, hát akkor sajnálom, Józsi, ezután többet nem mosolygunk. Nagyon nagy különbség van a dharmatermen belüli mosoly, a dharmatermen kívüli mosoly és a mahakássapai mosoly között. Kívánom, hogy mindenki tapasztalja meg azt a pillanatot, amikor végre meglátja az igazságot, ahogy Budha kesejű sziklán feltartotta a virágot és Malkás volt az egyetlen, aki elmosolyodott, és megértette a tanítást, felfogta. És ő lett az első pátriárka. Hogy ha jól mosolyogsz, te leszel a következő pátriárka. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen. Megjegyzés és köszönet is, mert az a tanítás, hogyha valaki enni kér, enni azt neki, enni kér, inni azt neki. Ez az én szakmámban napi szinten visszajön és napi szinten megélem. Mi a szakmád? vagyok, segítő munkát végzek, gyógymasször vagyok, betegekhez járok. És napi szinten élem meg azt, hogy kőkeményen ott a határa annak, hogy csak annyit és csak azt, amennyit és amit a másik kér. Soha nem lehet átlépni, abból mindig baj van. Többször tapasztaltam már, hogy ezzel, ezzel volt gond. A kérdésem pedig az, hogy amikor az embernek fájnak a határai. Tehát nem a határ egy fáj. úton. Nem a határfáj. Az nem az a határai való... Nem, Nem az ütközés fáj. Akkor az a kérdés, mi fáj? Te fájsz. Nem a határfáj, nem az ütközés fáj, az énség fáj. Hogy ezzel azonosultam idáig. Hogy itt most én visszahullottam, a határnál a megállás, a határban való ütközés, a kemény vagy lágy realizáció, ez nem fáj. Az énség fáj, amelyik mást akar, mást vár, más akar lenni, az fáj. Gyakran megélem azt, hogy ö, szeret, neki fogok valaminek, egy célnak, és valamilyen hiányosság, vagy valamilyen akadály, saját belső gyengeség, akadály bármi miatt, az lehetetlenné válik, és akkor megjelöm a kudarcot. A legjobb tanító. A kudarc nem hazudik. Az ott van. A kérdés az, hogy legközelebb is el akarod elérni. Hát ismételgetem. Ezt akarod? Nem. De most Ugye, már... hogy nem a kudarc mondja, hogy érj el. Nem ő mondta. Ha nem ő mondta, akkor te mondtad. Mert ebben a játékban ketten vagytok te, meg a kudarc, vagy a siker. Nézd meg, miből tanulsz többet. Van, aki csak a kudarcból tanul. Csak a frusztrációból ébred föl. Csak a korlátozásból ébred rá önmagára. Ez is egy embertípus. Van, aki eltékozolja a sikereit, van, aki meg tudja tartani. Melyiket szeretnéd? Van, aki a siker által válik szörnyeteggé. Van, aki a vesztesség által válik bótiszatvává. Melyikkel? Van, akit a siker emel föl úgy, hogy végre tud lélegezni, és végre normálisan éli az életét. Van, aki a legítéletalkotóbb barom lesz azért, mert bejött neki a lottó ötös. Mivé válsz? Kivé válsz? Mit érsz el? Milyen áron? Ezeket kell föltenni, hogy kudarc vagy siker? Nem ez a fő kérdés. Köszönöm. Szívesen. Van egy lány, kicsit szomorú a hangom, mert ez a lány nagyon gyászol, és nem tudom, hogy hogyan tudnánk neki segíteni. A gyász folyamatot elmondtam egy párszor, de hogyha megy, mert nem hallgatja meg, akkor van egy fantasztikus könyv, egy szegedi barát és tanítványházas pár egyike írta, a hölgy, illetve ő ajánlotta, ez hogy gyászolásra képtelenül. Tehát ez leírja a gyászfolyamat nehézségét, és a második világháborús Németországgal kezdi. Tehát mennyire nem volt képes Németország meggyászolni azt, ami történt, amit tett, és leírja. Most ehhez képest egy egyén, egy pár, egy család gyászfolyamata csak könnyebb lehet, úgyhogy ajánlom a könyvet, és akkor ebből ő tud tanulni. De amíg nem akar tanulni, addig se te, se más, sem maga Avalókítés van, a bódhiszatva nem fog tudni segíteni neki. Jó? Minden reggel elmondjuk, hogy vegyük fel Siti számtalan megjelenését. Ez mit jelent? Az, hogy Zsizsang Bosszál, azaz Szanszkritók Siti bódhiszatva, aki egyébként egy élő személy volt, csak a praxisa olyan magas szintet érte, hogy bódhiszatvaként tartják nyilván. Az ő fogadalma az volt, hogy az összes érző lényet lemegy a pokolba, és felhozza őket onnan. Tekintve, hogy a pokol egy létállapot, és nem valamilyen kijelölt hely, üstelőrdöggel, forró olajjal, és egyéb ilyen bos festményféle nyalánkságokkal. A lényeg az, hogy számtalan megjelenés kell ahhoz, hogy te egyáltalán bejuss abba a pokolba, ahol a másik ember van. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt csinálni, de úgy, hogy te nem veszed föl annak az embernek a frekvenciáját, a rezgését, akit segíteni szeretnél, úgy nem megy. Kívül maradsz a lelkén. És ez a számtalan megjelenés az az, hogy számtalan pokolbéli állapot van, és mindegyikhez ez az elv, ez a mező, amik sitigarba, rendel egy avatárt, egy megjelenést. És ez a megjelenés az, aminek a pokolbéli ember először hisz. Nem tud másnak hinni. Tehát a végtelenségig merülő ragaszkodás és azonosulás az azzal kezdődik, hogy egy jelenséget abszolútnak gondolunk. És ez az abszolúták kinevezett jelenség, amikor változik, az egy ilyen véghetetlenül kínos folyamat, mert te azt akarod, hogy ne változzon, hogy az mindig olyan legyen, amilyennek te akarod és akkor egy ilyen mennyországnak kijelölt helypillanatok alatt pokollá változik, mert nem vagyok hajlandó a változást, a kölcsönös függést, a tökéletlenséget, a tévedést, ezeket elfogadni. Tehát ha nem veszi föl a segítő, a segített személy frekvenciáját, nem értik meg egymást. És ezért kell számtalan alakban megjelenni, hogy hihető legyen az, amit csinálsz. És elérje a célszemét. A hogyan segíthetek kérdés az első ilyen hajlandóság, hogy behangolódja másikra. Hogy tényleg őt úgy lásd, ahogy van. Sőt, jobban lásd, mint ahogy ő látja saját magát. Jó? Remélem, hogy számtalanszor meg fogom tapasztalni ezt. Köszönöm szépen. Én biztos vagyok benne. Előfeltettem egy kérdést, de csak néhányan hallottuk a választ, és nekem annyit segített, hogy szeretném, hogyha sok ember ez eljutna, úgyhogy most lehet, hogy felteszem még egyszer, ha lehet ilyet. De nem jut el többhöz, nem változott a létszám. Nézd meg. A, nem úgy, a, még az el, másik teremben. Á, ah, hallgatlan. És ugye ez fel is lesz véve, is, akkor még többen ember ez eljut. Mikor, honnan tudom, hogy egy trauma van dolgozva? Nagyon sok ember dolgozik magán és dolgozik a traumáján, és évekig nem kerül ki belőle. Újabb és újabb variációkat, feldolgozottságokat ér el, és úgy tűnik, hogy soha nem ér a végére. Abból látod, hogy megszilárdul a narratíva, és mindig csak magáról beszél, vagy az életének arról az oldaláról beszél, arról a szeméről beszél, arról a környezetről beszél, ahol ez történt. Ezt ahhoz hasonlítanám, hogy te ott vagy magatehetetlenül kajára várva a konyhádban, és valaki behajt egy fél disznót. Tehát megkaptad, amit akartál, de hát az nem olyan. És elkezded feltrancsírozni, mert hát az mégsem maradhatott, és szépen a műveleteket elvégezve a henteskéssel feldarabolod, dobozolod, felcímkézed, és a hűtőszekrény megfelelő polcára beteszed, hogy ez itt a comb, ez itt a köröm, ez itt a borda, ez itt a különböző fej, fül, nyak és egyéb húsok, és akkor eltűnik a féldisznó a konyhából, hanem bekerül a tudattalanod hűtőszekrényébe. És néha-néha, amikor olyan oldal van, akkor előveszel belőle, ráteszed az asztal, és felszolgálod a barátaidnak, hogy na, nekem most ez a bajom, nekem ez volt a traumám, tessék lehetem segíteni, de én ezt olyan ízletesen el tudom készíteni, hogy még nektek is jól esik. És a feldolgozottság ellenére az azonosulás ott van, és a hűtőszekényedben ezt olyan okosan eltárolod, hogy te mindig tudsz ebből a traumatizált önmagadból adni, azért, hogy mások figyeljenek rád. Hiszen már az illatára átjön a szomszéd. Annyira finom. És fogod magad, és tartósítod az állapotot, és egyre jobban és jobban elkészítve adagonként tálalod a világnak azt, amitől figyelnek rád. És dolgozunk, dolgozunk magunkon évekig, Egyre finomabb húsdarálón daráljuk le azt a félsertést, és nem vagyunk hajlandóak az egészet kivinni az ajtón és odaadni egy éhező embernek. Úgyhogy amiben segíthetek, az ilyenkor óriási irányadó, mert ez az, ami kinyitja a hűtőszekrényednek az ajtaját, a tudattalamból, a tudatosba ezt áthozza, de nem tartja meg az elmének a tudatos kis szobájában sem, hanem továbbadja, kinyitja, és ami neked már felesleges, az lehet, hogy másnak tanulságos. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Én már olyan finomakat főzök. A harmadik szomszéd is átjön. Hogy tudom ezt odaadni bármelyik éhezőnek? hívd be őket a konyhába, és adod a nekik a főzőkanalat. Neked legyen elég ebből. És ők a te karmát tanulságából táplálkoznak. Tudunk más kárából tanulni, nem csak a sajátunkból. Csak az válik kárunkra, amit nem tanulunk meg, amit nem látunk át. Főzzék ki ők a saját tanulságukat. Adod a nyersanyagot, beszélgetünk nyitott az életed. Úgyhogy megtanítod az embereket főzni, ha meg nem, akkor egy nap te hajtasz be egy fél az ő konyhájukba. Dolgozzanak. Köszönöm. Szívesen. Nekem az a problémám, hogy hogy ö, amióta az eszemet tudom, nagyon féltékeny vagyok a párkapcsolataimban, és itt is a meditációimnak a 90%-át arra tettem rá, hogy mivel ez fáj nekem mindig a legjobban, hogy akkor ezt ö, tisztítsam. És ez egyébként néha sikerül. A féltékenység fáj, vagy pedig az, hogy okod van rá? Nem, hanem a féltékenység. Szóval, ha nincs rá ok. De nőből, akkor vagy, miért ne legyél, egy kicsit féltékeny. Hát nem, Há, nem tudod elképzelni, hogy. Hát milyen... nem is te. De most komolyan, hogy pusztító. Tudod. Édes lelkem, ha ezt már tudod magadról, akkor miért pusztítod magadat és a párodat? Van most? Van. Akkor van, amit nem de... csinálsz rosszul. Tehát ezzel a csomaggal ő még barátkozott, és, és megvan? Amellett, hogy te pusztítóan féltékeny vagy? Hát mert annyit már meditáltam, hogy néha már nem vagyok az, és... Ő... akkor néha túléli az estéket. Egyébként nem. És amúgy nagyon nagy élmény volt már egy csomószor, hogy, hogy nem voltam már féltékeny, és úrisztam, mondom, mennyi extra energiám marad így. És micsoda élmény, amikor tényleg életben marad. De, a, de kérlek, hogy segíts, mert az a kérdésem most, ha, most komolyan, hogy, <síl> <gül> 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 hogy... hogy amit mondtál, tudod, hogy, hogy Évekig dolgozunk valamin, és hogy aztán én is néha már tényleg sikerül normális embernek lennem, de aztán meg így a semmiből megint olyan dolgokat csinálok, hogy hogy már szinte belül azt érzem, hogy elpusztulok a fájdalomtól, még ha nem is adom ki, hogy a másikat ne bántsak. És akkor te is el tudsz tőle pusztulni. Ez jó, mert legalább érzed. Igen, és hogy. A kertékenység ez... eléri a célját? Szerintem nem, pont az ellenkező. Akkor miért gyakorlod? Mm hát ez az, hogy már prób értem, és ha jön az érzés, akkor hogy? Amennyire okos vagy, annyira látod, hogy ezt a puszta értéssel nem fogod tudni megoldani. Tehát ez egy olyan betokosodott karma, amely a férfiak vadászösztönével egyenesen arányos. Tehát amennyire erős a férfiak vadászösztöne, annyira erős a nők féltékenysége. A kettő egymás feltételezi. Ha te egy nagyon fest, csinos vadászt kapsz a szépséget fegyverével így célkeresztbe, és lelőtted, akkor hazaviszed a vadat, ott mentek egymás mellett azon a teli holdes éjszakán, és azt akarod, hogy ő csak veled, és csak neked, és csak általad, oké. Okay. Az, hogy ez a kizárólagosság egy női törekvés, egy egészséges dolog, mert különben sem feleségek, sem anyák nem lennétek. Akiből ez hiányzik, a territorialitás és a kizárólagosság igénye, az a több nejű társadalmaknak az áldozata, vagy pedig más iparágoknak a tagja. Oké? Okay? Tehát amikor ez nagyon le van víve a küszöb alá, akkor ez van. De hogyha túlságosan föl van csavarva, akkor te egy egyszemélyes kolostorban leszel, mert kizársz minden férfit magad mellő, mert mindegyik pecér, és mindegyik csapodár, és mindegyik hűtlen. És ez a zöld szemű szörnyeteg itt sugdolózik a füledbe, hogy itt csak nekem van igazam, és én vagyok az én, vagyok az én, és nekem ez jár. Érted? És amikor ez a zöld szemű szörnyeteg eléri a célt, akkor magányos leszel. Holott mondjuk ennek az egészséges fókusznak, ami nem féltékenység, hanem mondjuk a kölcsönös megegyezés alapján való etikus-morális kapcsolat, ugye? Tehát amikor még nincs ez, akkor az a célja, hogy társad legyen, hogy hűség legyen, hogy elkötelezettség legyen. De hogyha ez túl van vezérelve, megsemmisíti a tárgyát, megsemmisíti a célt. Úgyhogy. Az első, amikor a zöld szemű ott elkezd üvölteni belül, hogy ez így nem fog menni. Pont ettől fog elmenni. Pont ettől fog otthagyni. Pont ettől fogja azt mondani, hogy hülye vagy, és akkor arrébb megy. Viszont neked dolgodon ezzel, miért? Mert valószínűleg olyan karmát hordozol, amikor hozzád voltak sorozatban. Vagy a családban volt hűtlenség. És ennek a nagyon szöges ellentéte az, hogy te féltékeny vagy a férfi, aki potenciálisan hűtlen, mert szórja. Hát egy heti teljesítmény elég lenne a világ összes nőinek sejtben számolva. Hát gondold el, ez nem kevés önbizalom párosul, főleg fiatalkorban. Úgyhogy megy, mint a jó kertész egyik meleg ágyból a másikba. Ezt pedig egy magára adó nő egy idő után nem tűri. Oké. Okay. Na de tanulj meg okosan bánni ezzel. Jó? Tehát feltételek kellenek, nem pedig egy ilyen abszolútot súroló érzés. És a feltétel az arról szól, hogy ha, akkor hűtlen vagy, nem jössz vissza hozzá. Nincs javítási lehetőség, nincs visszaút, ennyi volt. De azután nem stresszelsz. Miért? Mert tudod tartani a határaidat. Az igazi nagy pusztulás akkor van, amikor mondjuk valaki hűtlen volt hozzád, de mégis visszaengeded. Mégis. Megint megengeded, kiszolgálod a karmáját. Nincs akkor önbizalmad, hogy igen, megmondtam, mennyi. Engem nem érdekelsz többet. Megszegted az egyességünket, szerbusz. Nem bízol abban, hogy jön még egy, aki jobb lehet nála. Oké. Okay. a féltékenység nem érje el a célját, a gyűlölet sem érje el a célját. A beteges kizárólagosság, az állandó birtoklás, hogy így nem engedi el. Hol voltál? Telefonál életem a hiányzom, jó? Tehát, érted? Ezek, ezek olyan reflexek, amelyek több generáción keresztül tudnak ismétlődni. A jó hír az, hogy ha magadból kiveszed, akkor a következő generációk rádeső részéből is gyerekek unokák kivetted. Ha nem, akkor hetedízig lent tovább viszik ők is, úgyhogy nagy szolgálatot teszel azzal a párodnak is, meg a következő nemzedéknek, hogy ezt kiveszed magadból. Jó. Köszönöm. Szívesen. A praxisról szeretnék érdezni, a meditáció praxisáról, hogy így a trombitás példánál maradva volt a Chad Baker nevű híres trombitás, akinek kiverték a fogait, és egyik pillanatról a másikra képtelen volt azt csinálni, amiért addig élt, és nekem most hasonló élményem van kicsit itt az intenzív elvonuláson, hogy mint gyakoroltam volna valamit egy jó ideig, hébe hóba jobban menni a kevésbé, majd elmegyek egy intenzív trombitás táborba, és görcsöl a kezem, nem jön ki még egy sima cédú se, leverem a fogam az ománcot, és nem, és nem, és nem megy és sikít a test, a kreativitás a zenénél maradva az így megszűnik, csak egy ilyen folyamatos, megfeszített akarat van, hogy csináld, 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 önostorozás, tarkónvágás, ne Ez projektálj. a darma termen belüli tapasztalatot illeti, vagy az azon kívül itt? Mert nem mindegy, itt is egy kicsit konkrétabbnak kéne lenned, hogy legyen értéke a kérdésnek. Az itteni intenzív gyakorlás során jött ez elő, hogy képtelen vagyok gyakorolni. A test az egy dolog, de hogy lelkileg azt érzem, hogy nem tudok ráhangolódni, csak egy ilyen nagyon-nagyon feszült akarat van, és kinyílt egy ilyen, ami a legiesztőbb, egy ilyen, mint hogyha alja nélküli zuhanás lenne, és kicsit így hullik szét a puzzle. Nagyon jó. Hát ez nagyon ezt nem mondanám, de hogy, hogy nem ilyenkor hozzá? mi a teendő, hogy ez a don't think, just do it, hogyha ez a válasz, akkor azt viszont hogy, hogy ne legyen egy ilyen ökölbeszörült akarattal. Ha viszont nem, akkor az ember ilyenkor menjen vissza a jó bevált megoldásokhoz, tehát dolgozza magát szanaszéjjel, vagy gyakorolja magát szanaszéjjel, sportba, zenébe, és amikor már kicsit visszatért az életkedve, akkor újra kezdjen el, vagy pedig folytassam, de hogyha folytassam, akkor azt mégis hogyan? Nagyon érdekes a kérdésed. Türelem. rég voltál nálunk. És akár a múltból akarsz építkezni, akár csak elvárásaid vannak magaddal szemben, az intellektusod az rohan előre, és az érzéseid, meg a fizikumod az pedig így megpróbálja utalérni valahol. Tehát te nem gondolatból akarja elérni semmit. Amikor ez van, egy ilyen nagy mélységbe zuhansz, főleg belül, ragad meg szépen a pillanat ejtőernyőjét, és nyisd ki, és akármi történik a tudatban, azt tapasztald. Ma a pari Nérván a szutra, amikor a megjelenés és az eltűnés megszűnik, ez a nyugalom, a boldogság. Addig olyan műsor van te, hogy hollywoodi rendezők rohannak a pénzükért, hogy itt belül milyen összeszorított ökölle, milyen frusztrációval, milyen tudattartalommal dolgozol. És a titok az, ami nem titok, hogy semmiféle munkát nem kell végezned a meglátáson kívül. Meglátod, de nem ítélkezel, nem vársz el semmit magattól vagy mástól, követed a helyzetet, követed a szabályokat, tartod a pillanatot, semmi más nem kell tenned, csak ne cselekedj. Oké? Okay? És legyél jelen, se a saját véleményeidet, se a mások véleményét ne hidd el. Tehát olyan gyorsan véleményezzük a másikat, a gyakorlatot, a budhát, a darmát, a szangát, hogy hihetetlen. Egy nanoszekundum alatt kész van a nézet, a jó kis duális nézet, hogy ez most miért tetszik, miért nem tetszik, általában nem tetszik. De ha valami mást kapsz helyette, az se tetszik. Semmi nem elég jó. Senki nem elég jó. Tehát ez az állandóan ellenőrző, minősítő, ítéletalkotó tudat, és miért erre ránézel, és helyette egy másik műsort választasz, mondjuk egy mantrát, vagy egy kérdést, vagy a tér és a hangok figyelését, azon nyomban kitágul a csatorna készlet. És akkor választhatsz, hogy most melyiket tekered föl a sok potméter közül. Én a tücsök ciripelést javaslom nyáron, és a csendes hóesés télen. Ezek nagyon jó csatornák. Köszönöm. Szívesen. Meg kell szólni, áruld el nekem. Honnan tudtátok, hogy ő is jön, és én is jövök? Ti már előre a programot megírtátok. Egy helyre vagyunk munkára beosztva, ugyanezek az érzéseim mind a kettőnnek. Fogalmam sem volt erről. Szerintem senki, már rögtön szétültetünk titeket. Ehm, hasonló párhuzamok vannak. Jön a gondolat fejbe, és még előttem hatan kérdeznek, és mind a hat megkérdezi ugyanazokat a gondolatokat. Magyar karma. Csak ennyi? Megbűnhöttük a múltat és a jövendőt. Tehát az, hogy egymással vagyunk hangolódva, teljesen természetes. A közös gyakorlatnál kialakul egy közös tudati tér, akik végigülik a 90 napost, azt maximálisan tapasztalják. Amikor arról szól a történet, hogy csak 90 napot ülők vannak egy teremben, egy olyan tudati egység, közösség tud kialakulni, ami még nagyon jó családokban is ritka, ahol évtizedeket töltenek el egymás mellett. Tehát én látok ilyet, de a legintenzívebb és legvilágosabb tudati közösség akkor van, amikor a gondolkodásból és érzelmekből emelt falaidat te tudatosan lebontod félreteszed, és ekkor egy nagy közös térben vagyunk úgy, hogy szépen külön ülünk. Te együtt dolgozunk, együtt meditálunk. Úgyhogy behangolódhatunk egymás hullámhosszaira, ez nagyon jó. Így az egyikünk letisztulása segíti a másikunk letisztulását. Teljesen normális, hogy hasonló kérdéseket teszünk fel de mindegyik a sajátunk, nem a másiké. Nos? Köszönöm. Szívesen. Hogyan állítod föl, hogyan húzod meg helyesen a határokat? Szöges dróta. Honnan tudod, hogy, hogy neked hol a határ, és az, hogy neked ott a határ, az nem biztos, hogy a másiknak is ott a határ. Régebben azt mondtam volna, hogy a magam és a mások szenvedése a határ, de ez egy eléggé primitív dolog. Tehát, hogy ne árts és ne hagyd, hogy mások ártsanak neked, ez egy kicsit jobb. De az, hogy mi az, ami ébreszt és eléri a célt egyszerre, ez sokkal jobb. A határ, ahogy mondtam az előbb, az az út széle a jobb és bal szél. Azok a szélsőségek, amelyek biztos, hogy nem hoznak gyümölcsöt. Hogyha jól csinálod, energia van benned is, a másikban is. Ha rosszul, állandó energia csökkenés van, energia van. Az entrópia nem hazudik. Az összeszedettség mindig igazat mond. Hát itt vannak a határok. Jó. Köszönöm. Szívesen. Elindultam a kölcs elején a startvonalról, és most nem tudom, másfél hónap eltelt már, és kicsit úgy érzem magam, hogy így a startvonal mögött vagyok. Valahol nagyon-nagyon messze és nagyon-nagyon távol, hogy rosszabb a helyzet, mint volt. Csak rosszabb, nem sokkal rosszabb. Így van? Mert hogyha tovább gyakorolsz, akkor lehet még sokkal rosszabb, és... De hogy... Öm... Szóval egyre nagyobb falatnak tűnik ez az egész. Tehát ilyen kicsit ilyen reménytelen küzdelem. Uh -huh. ez a... Végre realizálod, hogy mit nem kell akarni, mit nem kell elérni, mert egyre távolabb van. A jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik, visszafelé vezet. Ezt nem én mondtam, hanem egy nagyon nagy taoista bölcs. És éppen ezért, amikor elindulunk a startvonalról, és aki jól csak 90 napos maratonjánál eldördül a csukpi, és mindenki halál megvető bátorsággal ül, és halad a nem mozdulóba, a nem tudommal, a búthalóvának a paripályán. Ah. Tehát ezek az illúziók nagyjából az intenzív hét előtt megszűnnek, ha nem, akkor intenzív hét alatt. Az biztos. Amit addig gondoltál magadról, a világról, az elvonulásról, a másik emberről, na az az intenzív hét alatt az kuka, úgy ahogy van. Na ez az illúzióvesztés az ösvény. És az, hogy te úgy érzed, hogy egyre messzebb van a startvonal, Hála légyen. Most gondold el, hogy ugyanazzal az elmével, amik a problémáidat teremti, te beláthatod ennek a praxisnak a mélységét, mielőtt elkezded? Létezhetetlen. Teljességgel lehetetlen és reménytelen. Tehát itt azért van ez a tisztulás, mert ugye Jézus úrunk megmondta, hogy új bort új hordókba, hogy nem pucolod ki a hordót, varázsolod a belsejét újjá, akkor a tanítást nem hallod meg. Csak a korábbi szűrőkön keresztül érvényesül. Amit pedig most tapasztalsz, és remélem mindenki, aki hosszan gyakorol, ugyanezt az illúzióvesztést tapasztalja, végre kezdesz az igazság talaján állni. Végre kezded úgy látni ezt, ahogy van, és nem úgy, ahogy elképzelted. Ha most milyen lenne az ellenkezője, hogy azt mondanád, hogy szunyim, én már úgy érzem, hogy féltávon is túl vagyok, aki szivacsokból magamra locsoltam az összes vizet, tovább futom a maratont, és úgy érzem, hogy a célban elkiáltom magam, hogy buta, buta! <haz> akkor sokkal nagyobb bajunk lenne. Akkor hatalmas bajunk lenne. Azt nehezen tudnám gyógyítani, hogyha ez lenne a tudatállapotod. De ez annyira igaz, és annyira jó, hogy az illúzióvesztés további garádi csain, hogyha te tovább mész, akkor elsajátítod a zen három nagy alapelemét, nagy hit, nagy bátorság, nagy kérdés. És a nagy kérdés az nem csak ez, hanem az, hogy mi ez? Úristen, mi ez? És a nagy bátorság az, hogy ami megjelenik itt válaszként, azt te mind kibírod, mind látod, egyikkel sem azonosulsz, és mégis teszed a dolgodat úgy, hogy tudod már, hogy te már többet se szép, se okos, se tökéletes, se tévedhetetlen nem leszel, az biztos. Az tuti. És amikor kezdesz így megbarátkozni saját mulandóságoddal, meg kölcsönös függéseddel, meg egyéb, akkor lesz -e igazán ember. Na, ennek a tudatossága, ez felbecsülhetetlen értékű. Úgyhogy itt lehet nagyon sok mindenről beszélni, Nirvánáról, Tusita Mennyországról, Buddha állapotról, de aki elegetül, az tudja, hogy ez mind úgy, ahogy van, a, tanító szavak kis buksi simogató birodalmába tartozik, és ami van a helyen, az még kőkeményen más. Na de amíg azt nem tapasztalod, addig ezekre a kis buksi simogató buddhista motivációs mondatokra szükség van, ugye? Mert egyébként, hogyha végigmész ezen az illúzióvesztésen, akkor elnyered ezen szavak igazi értelmét. Nem arról van szó, hogy téged becsalt ide valaki, hanem arról szól, hogy egyébként is rájött magadat csaltad volna idebe. És hogyha végigmész az illúzióvesztés nem könnyű stációin, akkor tényleg megérted, megtapasztalod, hogy mi a tiszta tudat. Mi a felébredés. Mi egymás segítése. De ahhoz tömérdek csalódás kell. Amíg csak magadban csalódsz, az nagyon rendben van. A környezetben is nyugodtan lehet csalódni, a másik emberben is, de legjobb, ha magadban. Az a legveszélytelenebb. Jó? Azt legalább nem vetíted ki másra. Miattad van? Miattad? Most én azért vagyok ilyen szarul, mert te ilyen vagy. Érted? Borzalom. Én még csak második napja vagyok itt, de már teljesen széthújtam. Szóval az lenne a kérdésem, hogy a feltétel nélküli szeretet és a határok meghúzása a témakörben. Virágbolt. <laughs> Tessék elmenni a virágboltba, ott feltétel nélkül szeretet, tízezer sziromban, kicsi bimbóban, cserében, vágott alakban ott van, megvenni az egészet és hazaviszed. Elég lenne? Egyetlen szál virág valakitől, akit szeretsz, jobb, mint egy egész virág volt, amit te veszel meg. Folytasd. Hát, szóval ez a, hol vannak a határok, amíg árt, nem ártunk magunknak, sem a másiknak? Ugye tudom, hogy nem árt nekem, hanem a szenvedésem az a karmámból fakadt, tehát én gyártom, de nem ő teszi velem. Ö, és mégis szeretnék benne maradni ebben a barátságban, nem tudom, hogy ez érthető-e. Számodra biztos. Egyébként érthetetlen, de... Ez az ő, ez nagy ő, vagy kis ő? Fogalmam sincs jelen Akkor könnyebb lesz kezelni. Mert ha kis ő, az a baj. Ha nagy ő, akkor az a baj. Lásd meg, hogy mi a dolgod vele. Nézd meg a kapcsolatnak a, az irányát, hogy merre megy. Van úgy, hogy egy kis tranzit van az égen, gubanc van belül, átlátatlanság a másikban, hónapokig nem vagytok jó. Azt jelenti, hogy csak kiderül az ég, és sokkal jobb, mint vala, és rájössz, hogy nagyrészt azért, mert azt a jó pár hónapot vagy évet végig toltátok együtt. És ha ez nincs meg, ez a közös erőfeszítés, akkor előbb-utóbb mindegyik kapcsolat zátonyra fut. Miért? Mert nem tetted bele magadat, a kitartásodat, a hitedet, a szeretetedet, az energiádat. Nem tetted bele. De gyakorlatilag, ha megnézed így visszafelé, a lojalitáson, hűségen, kölcsönös segítségen kívül nem sok marad. Az összes többi így elmegy. Döntsd el, mit akarsz a kapcsolattal, de nem önösen. Nézzük, hogy a másik mit akar vele. És a kettőnek van egy közös irányvektora. Abba az irányba akarsz menni? Akkor tartsd ki. Ha kiső, ha nagy öt, mindegy. De ha nem, akkor szervusz. Még a legjobb napon is szervusz, sőt, inkább a legjobb napon szervusz, mert úgy könnyebb. Oké? Okay? Nagyon köszönöm. Szívesen. A fő miatt itt vagyok, hogy sajnos a hétköznapokban spontán, vagy hát így nem tudok uralkodni, és elsírom magam dolgokon. Ahogyan a férfiak a nőkkel bánnak. Tehát, hogy én nem tudom, hogy karmikusan vonzom be, de azt látom, hogy azokat a családokat kivéve, akik valamilyen vallási mintát követnek, ahol a szerepeknek megvan a szerepe, ott működik, és van tisztelete a férfinak, van tisztelete a nőnek, és minden, amit tesz a családért. Keresem a jó mintát, és találok is csak annyira keveset, az egyik kérdésem, hogy mit tettek a nők azért, hogy ilyen státuszba kerültek? Miért engedsz meg ilyen viselkedést magaddal szemben? Ne a nőkről beszélj, magadról beszélj, ez sokkal könnyebb itt egy az egyben. Uh -huh. A saját problémád a fontos most, az összes többi nőit effektíve nem tudod megoldani. Tehát, ha te ezt megengeded egy férfinak magaddal szemben, akkor meg fogja tenni. Mindenhol ezt látom, és nem, akivel magadról beszélek... beszél. Uh -huh. Tehát te, hogy engeded ezt meg, és hogy szabsz ennek határt? Nem engedem meg, sárkányá vállok, és beolvasok, és ezek uh, egy Az ilyen... jó? Nem, működik? Nem, hát nem. akkor. Hát elgondolkodtató a másik fél részéről is, de. A beolvasás uh -huh. biztos nem, mert ilyen vastag falakat húznak föl, kivétel nélkül. Legyen az férfi a másik végén, vagy nő? Olyat gondoltál, hogy esetleg megkérdezett, hogy szerinted itt mi a dolgod? Ebben a háztartásban neked, mint párnak mi a dolgod? Érdemes. Általában erre az a válasz, hogy a több pénzt hoz haza, és akkor, de ő többet is költ el? Tehát, hogy én konkrétan, amit én hazaviszek, abból gazdálkodom, ezért nem értem, de közösként van. Nem, nem pénzről van, az van egész... szó, munkáról van szó. Így van. Tehát közösen ezt a kérdést le kell tisztázni. Ha általánosítasz, azzal növeled a probléma hatókörét. Tehát megoldhatatlanná teszed, mert túl sok ismeretlent veszel bele. Az összes többi nőt, a férfiakat, a közlekedési eszközöket és egyebeket. is le arra a környezetre, ahol te tényleg élsz, ami tényleg fontos. Ez pedig a te családi vagy páros életed. És itt ebben az intim zónában, ebben a kis Pandora szelencében, itt lehet igazán alakulni. Tehát, hogyha mondjuk a pár mindkét tagja valamilyen transzcendens praxist folytat, ez nem egyenlő a vallás gyakorlata, részben átfedhet, de nem egyenlő, akkor van egy olyan közös oltár, amielőtt mind a ketten leborultok. Van egy olyan háromszög, aminek a csúcsa nem egyik vagy másik áll, vagy egy személy, hanem egy olyan transzcendens minőség, amely a hétköznapok tapasztalatát énteleníteni, nemesíteni, tisztítani tudja. Tehát nem egymás abriktolásából áll az élet, nem egymás folyamatos javítgatásából áll az élet, abból sem, hogy állandóan a szolgálatnak a határait húzogatjuk, hogy te, te mit csinálsz, én mit csinálok. Hát előbb-utóbb rá kéne jönni mindenkinek, a párban, a nőnek és a férfinak, hogy mi a dolga. Ha nem, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi a dolgunk egymással. A legjobb az, hogy ez szó nélkül világos. Az együttélés kölcsönös tapasztalata, kommunikációja, spirituális gyakorlata letisztázhatja ezt. Tehát ha egy ilyen dimenzió nincs meg, főleg a mai szétgondolkodott Totális entrópiában élő, jelenléthiányjal küzdő, teljesen lojalitás deficites társadalomban. Ha ez a gyakorlat nincs meg, akkor nem tudom, hogy mi az, ami ezt az egyenes gerincet megadja az embernek, a kapcsolatnak, az életnek. Mi az, amire az egészet föl lehet függeszteni, hogy igen, ez így működik. Ez így köztünk működik. Mitől? Mitől működne, hogyha teljesen szét vagyunk csattantva itt, itt? és itt, és itt. Nem működik. Ha összeszedett vagy, ha letisztult vagy, jelen tudsz lenni, szembe tudsz nézni, konfliktust tudsz vállalni és megoldani, és ez az ember. Ha meg nem, akkor lefokozzuk magunkat valami ember alattivá, valami nullák és egyek gyűjteményévé, amikor nem vagyunk jelen egymás életében, de a közös térben vagyunk, és beszélünk egymáshoz, és egymásra vagyunk utalva. Én kívánom azt, hogy ezt az összeszedettséget mindenki érje el, tapasztaljuk meg azt a tiszta tudatot, amivel magunkon és másokon egyaránt segíthetünk, találjuk meg a dolgunkat, és tegyük is, ezzel elérve a felébredést, és megszabadítván minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!